Viszontlátásra! Jó estét kívánok! Így készült a Heti Hetes, ez a címe ennek a rövid filmnek, és utána következik a szokásos műsor. Kedves utasaink, ha kitekintenek az ablakon, a Heti Hetes sztárjainak képét láthatják, de csak néhány pillanatig. Ez a műsor most nem őróluk, nem rólunk szól, hanem a szerkesztőség munkájáról. Szerdán kezdődik nálunk a meló, mert hétfő-kedden felkészülünk, a Teóka, Ödetti, ők válogatják a híreket, figyelik az újságot, ő Évi, szerelmes vagyok, szia Évi, hello. Ő Onódi Gyuri, aki főszerkeszt nálunk és értőkézzel forgatja a telefon, György Krisztina alias Kiki, szintén csak szervez, 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 és Évi úgy tud örülni mindenkinek, például Bodnár Pistinek, aki rendező nálunk, és dörzsöli a kezét. Mártit látták ott előbb, ő mellette. Ő jött be, ezt az embert nem ismerem, viszont az előtérben Kiki, na, miért tetszene a képből kiszedni, miközben szexuális életet élünk, de Kiki testhez álló ruhában tetszenek látni. Ő vele is szexelünk, testhez álló ruhában másol, fénymásol jövök be a szerkesztőségbe, és innen kezdve pedig a híreket válogatjuk. Mi így négyen, Gorbói Tomi, ő az, akinek nagyon kevés haja van, de annál több bajusza. Szóval meg kell vitatni, hogy mikor mi kerül az adásba, és erre egyetlen egy szempont van, mi vicc, miből lehet majd valamit csinálni, mivel lehet valamit kezdeni. Onódi Gyuri rohangál, jön, megy, azon gondolkodom, hogy mit fog csinálni. Igen, oda megy Évihez, figyeljék meg, Évi tudomást sem vesz róla. Teddy pedig minden egyes szerkesztőségi ülés után visszamegy délután azért az egy dologért, amit aktuálisan ott hagyott. Ilyen ember, de szeretjük. Ne. De örülök neki, én szeretem az ilyen ideget. Jobban örülök neki, mint hogy... Te mit akarsz? 14-es hívás. Kicsi, én azt bírom a valamit. Eszegben. Mi is, hogy itt voltál? Sziasztok! Sziasztok! Tudom, csak jobban eredet. Sziasztok! Figyelj! Szerdán reggel van az értekhez, lehet onnan megérkezik a szerkesztő a kész elképzelésével, és fél óra múlva kész hírsor van. 3-4 anyagból csinálok egyet a szerkesztő útmutatása alapján. Én csak technikailag segítkezem ebben. Szépen össze van, meg vannak számozva a hírek, sorba vannak rakva. A szerkesztő ügyesen sorba rakja az ő megítélése szerint, milyen sorrendben jöjjenek a sajtóhírek, és akkor az szerint számozva vannak, általában 30 hír szokott lenni, és ez szerint rakom össze őket. Én csak mint kétkezi munkás. Ragasztgatok. Diszpókat írtam alá, meg a, amit egyrészt az RTL-be küldünk, másrészt a művészetnek rakjuk a borítékba az anyag mellé, hogy pontosan tudják is, még egy utolsó figyelmeztetést kapjanak arra, hogy hányra kell érkezni, hova pontosan, és hánykor kezdődik a felvétel, és hogy kik lesznek még rajtuk kívül. Pontosabban, hogy ki az a hét ember, aki az adott héten az asztalok mögött ül. Na, figyelem, megpróbálom érthetően elmagyarázni, hogy zajlik a munka. Nem csak a híreket, nem csak azt a 4-5-6 sort kapjuk meg, amit majd később én felolvasok az adásban, hanem természetesen a háttéranyagot is, mert a cikkek hozzá tartoznak, és ez az, amit Kiki az ő stretch ruhájában éppen fénymásol, Teóka pedig összeállít, és ez az, ami bekerül a borítékba, csak azért, hogy Péter kolléga elvihesse mindenkinek külön-külön, ez szerda esténként zajlik. Ez például a Danubius Rádió, és az ott például én vagyok, amint spontán mozdulatokkal átveszem, és nagyon örülök, már megint az úton vagyunk, és a kedves utasok annak a szeretetteljes pillanatnak lehetnek tanúi, amikor a postás megérkezik Kern Andrishoz, az ő saját lakásába bele. Azért szeretek egyébként Budapesten lenni, hogy terheljem önöket hülye részletekkel, mert itt ilyen képeket lehet rögzíteni, hát nem gyönyörű. Megyünk tovább, most épp Verebes Pistához érkezett meg Péter kolléga a színházba. Pista rövid pantomimedzést tart neki, megmutatja, hogy így kell átvenni, meg úgy kell átvenni, utána csak átveszi, és néhány kereseten gesztussal kifejezi örömét. És még ő mondja, hogy ronda pofákat vágok, na mindegy. Na hát, ő Hernádi Juci, azt tetszenek ismerni? Hogy szólítod meg a kismellű nőt? Sehogy. Juci már ilyenkor gondolkodik, hogy mire, mit mondjon, ő rendszerezi a híreket, Kern Andris pedig mit csinálna mást? Elterül a kanapéján, mint elfog egy levelet.
Ja igen, már a szerkesztőségben vagyunk. Némi szervezés során az is kiderül, hogy én a következő csütörtöki felvételen mit fogok majd mondani. A felkonf, az első bevezető szöveg készítése, írása, kitalálása zajlik. Ő Ónodi Gyuri, ja, ő pedig Évi, akit szeretek. Kis hákébusz, még mindig izgatja nézőjük. Egy levélírónk fejtette ki. Ennyit nem mondtam. Hogy mi képviselők nélkül is olyan szavakat, mondatokat használunk, melyek igenis arra utalnak, hogy ami puritán közlekedési kultúránk nélkülözhetetlen, ami puritán közlekedési kultúránk sem nélkülözi a szexet. Bodnár Pisti, a mi sárga rendezőnk, közben eszik. Megjegyzem, az alatt az idő alatt, amíg a többiek bent dolgoznak a stúdióban, 3-4-2 múlt 2 perccel, Macska pedig éhesen nyávog, mert Pisti elzabálta előle a kaját. Otthon készülődik, és aztán lefekszik aludni, mert egy picikét rápihen erre az egészre. Nézzük, mi történik közben a stúdióban. A világítást ellenőrzi Csomós Andris fővilágosító, és ezután következik az ő főnöke, aki Zentai Laci és vezető operatőr, röviden Vezo. De jó ez a kis műszer, erről majd később egy adott helyen beszélek, jó? Nagyon szép kis műszer, ezzel lehet ellenőrizni, hogy a többiek mit szúrtak el. Szóval, itt van nekünk Évi, akit szeretek, és az ő pici barátainak osztogatja a jegyeket lent a büfében. Kozmetikai kommandó, megérkezett Gabi és Kriszti, akiknek az a feladatuk, hogy embert csináljanak belőlünk. János is megjött, ez egyébként az RTL épülete, csak úgy mondom. Klozetben is van, mindig valaki azt mondja, jó napot kell találkozásra. Nem tudok így fölmenni, mert nem nyomja meg senki a kormány. Szendvicsek, rengeteg szendvics. Bejelentkezik, és egy néhány szóval beszélgetünk a látottakról, beszélgessetek a látottakról. De most megmutatom. Jó, rendben van, rendben van. Csak belenézünk. Oké. Ez az eligazítás, amelynek során tisztázzuk az utolsó néhány mérföldkövet. Szóval, ami főszerkesztőnk, Ónodi Gyuri elmondja, hogy mit, hogyan kell majd csinálni az adás alatt. Ellenvetések lehetnek, csak ne túl nagy számban. Egyeztetjük, hogy mikor, mi következik, milyen híreket, hogyan olvasunk fel, és mire kell vigyázni. Ezek után a Jáksó Laci, és ez egyhuzamba veszünk, tehát csak a főcímekkel szakadunk meg. Havas úr ezt gondolja, ember küzdj és bízva bízzál. Teddy boldog, Szentáli Pisti pedig hangmérnök. Bementek már a közönség? Ez a hatalmas narancsárga pötty pedig Carlo, aki nem tapsoltató ember, inkább a ráhangolást végzi. A lelkesedést generálja, mert az azért fontos, ugye? Kiki és Ónodi Gyuri még egy utolsó egyeztetésben vannak, és forgatják a papírt is. Ez én vagyok, tessenek megfigyelni, mellettem Diát van, barátja, de azért szimpatikus lány. És megérkeztünk, alulról szagolom egy picit Ibolyát, aki az én ruháimért felel. Azt hiszem, hogy ez nem az én öltözöm, de nem érdekes. Vajkai Peti kellékes, gondoskodik arról, ő egyébként ez nem gyorsított felvétel, ő tényleg így mozog. Ő gondoskodik arról, hogy mindenkinek legyen az asztalán víz, és ő tett egyszer az én poharamba sűrítményt. Smink is itt vagyunk. Kulisszatitkokat hál' Istennek nem kérdeznek a nézők, de ez azért is nagyon jó, mert nincsenek kulisszatitkok. Itt csak a nézők egy része, általában azok, akik nem igazán kedvelik ezt a műsort, képzelnek bele kulisszatitkokat, hogy itt valami fantasztikus felkészülés van, meg a legkülönbözőbb összeesküvés elméleteket gondolják a műsor mögött. Erről szó nincs, ez a műsor egy spontán, reményeink szerint még mindig humoros és kellemes szórakoztató szombati, éjszakai vagy késő esti műsor. Hát amíg egy heti hetes elkészül, azt egy nagy stáb csinálja, beleértve az operatőröket, rendezőt, asszisztenciát. Ez egy valóban egy nagy stáb, de azért az a szűk mag, aki ezt a heti hetest szerkeszti, tehát maga a szerkesztőség, egy nagyon kis létszámú, jól összeszokott csapat, és azt még el szeretném mondani, hogy nem csak ez a kicsi csapat, hanem az a jóval nagyobb stáb, aki ezt készíti a műszakiakkal együtt, elmondhatjuk, hogy a három év alatt, vagy a közel három év alatt tulajdonképpen egyáltalán nem cserélte senki. Ugyanaz a csapat csinálja, aki három évvel ezelőtt elkezdte. Ez Ónodi Gyuri volt, ki is volt ráírva ez? Na, van egy kollégánk, pit kollégánk, barátunk és mentorunk, aki kiri a társaságból szépségével, sármjával, és mindemellett mégis ott rejtőző kisfiús bájával. Milyen nagy emberű, és mégis milyen szerény. A Hippolytban is csak csendesen motorozgatott, holott játszhatta volna a főszerepet is. Ő Árpa Attila. Ezt tudtam összehozni rólad, főnök.
Azt hiszem, nagyon jól választottam, amikor Ónodi Gyürit választottam a műsor főszerkesztőjének, ugyanis nem könnyű dolog egy ilyen csapatot összetartani hétről hétre. Ezek bármennyire kedves emberek, mégiscsak sztárok, és Gyuri és a csapata remekül tudja őket kezelni, és hogyha az ő csapata nem lenne, akkor a Heti Hetes sem létezne ebben a formában. És akiket nem kell bemutatni, Havas Henrik! Gálvölgyi János! Váncsa István! Csicsolina! Farkasházi Tivada! És Kern András! Kiszár Jenő! Ezt a zakót! Tetszenek emlékezni? Valami hihetetlen. Kiteszem a zsebemből a telefonomat, úgy csinálok, mintha senki nem vette volna észre, és leülök, kezdődhet az adás. Minden, ami érdekes. Politika, botrány, tudat, attitum, apati, bulvár, tegy, kasszár, hegyek. Ez a Heti Hetes. Heti Hetes. Heti Hetes. A fekete leves. Heti Hetes. Na most. Ez az úgynevezett vezérlő a háttérben egy monitor nagykereskedéssel. Itt indul az adás. Vagy itt is indul. Tetszenek látni? Főcím, és utána boldog mosoly mindenki arcán. Boldog mosoly mindenki arcán. Mindegy. És ez az a pillanat, amikor az is kiderül, hogy én a taps alatt tudok zakót váltani. Tetszenek figyelni, hogy átalakulok? Folyik a vágás. Ez Bodnár Pisti keze egyébként. Ő választja ki, hogy melyik kamera képe látszon akkor, amikor az illető ember megszólal. Ez is egy fontos kérdés. Zentai Laci röhög a háttérben. Ő ilyen ő. Az előtérben. Tetszenek látni, akit nem lehet látni, mert sötétben van? Ő a képmérnök, ő vigyáz a kamerák képére. Hogy mi szépek legyünk, tetszenek érteni. Térjünk rá a kameramannokra. Az ő munkájuk is roppant fontos, ő egyébként Gorbói Tomi és Trixi, semmi nincs köztük, szóval a kameramannok munkája igen fontos, mert ő rajtuk múlik, hogy látszon mindig az, aki éppen megszólal. Nincs annyi kamera, ahányan mi vagyunk, tehát így rántani kell, amikor valaki más is bele akar szólni a beszélgetésbe, mint aki addig beszélt. Ónodi Gyuri, fénysebességű barok angyalkaként cikázik a vezérlő és a stúdió között. Hopp, mindjárt, már most, igen, ott van, bent van a stúdióban, így tud ő rohanni. Most szünet következik. A szünet a vidám kacagások időszaka. Beszélgetünk, csevegünk és feltöltekezünk. Mindenki milyen vidám, tetszenek látni? Nem. A főtér is van egy, nem az az is. Ez nagyon édes! Édes vagy, azt mondom, hogy nem helyi vagy. Nem mondja utána, hogy volna, hogy ilyen. Persze, nem tudom. Kikiről is lesz? Mi? Köszönöm. Amikor csináltuk én a vasárnapot. Hölgyeim és uraim! Torokszorító pillanatok, emberi érzések, romantikus szemvillanások következnek, olyanok, amelyeket eddig csak a helyi nézők láthattak a szünet után. Sírjunk együtt a képeken, amelyeken bepúdereznek bennünket, majd megajándékozzuk egymást. Olyan gyönyörű dolgok ezek. Thank you.
A közönség elindul hazafelé, a művészek is, de a munka javarésze csak most kezdődik. Ekkor kezdődik ugyanis a vágás, össze kell állítani az adást. A 3 órás felvételből ekkor lesz 50 perces adás. Szia, Sanyi! Mielőtt még elkezdődik a felvétel, a mikrofonos kollégámmal lepróbáljuk a hangosítást, hogy semmiképpen ne történjen ilyen mixer. Hát az egyik legnagyobb feladat, azt hiszem, hogy mondhatom a kollégáim nevében is, hogy 4-en vagyunk, aki ezt csináljuk, a Verebes Pistának a hangja. Tehát ő annyira képes szuszogni és hörögni, meg nem tudom mi, hogy ő rá, aki a legjobban kell figyelni szerintem a felvétel során. Én szeretem így csinálni, az első pillanattól kezdve, tehát azt nem mondom, hogy mit olyan elvallási tüneteim vannak, hogyha egy következő héten nem csinálhatom, de jó, és talán itt a felvételen még jobb, mint otthon megnézni. Én ott ülök középen, amikor én vagyok a felelős szerkesztő, és megpróbálom diktálni a tempót, hogyha véletlenül szétcsúszik a műsor, és megpróbálom serkenteni a műsorvezetőt gyorsabb adásra, váltásra, tempóra. Legnehezebb az, és az nagyon komoly dilemma, amikor egy nagyon jó dolog hangzik el az adásban, és a helyi közönség ezt nem veszi le, vagy nem érti, vagy nincs meg az ismeretanyaga, vagy egyszerűen nem fogja fel. Az borzasztó nehéz. És akinek ott dönteni kell, hogy bekerül, megkerül, ez nehéz. Mi a legkönnyebb? Legkönnyebb a dübörgöt, a hisztérikus sikert berakni. Eljött a te időd. Mondja ő elhalóan. A montírozáson az a dolgom, hogy felírjam a hibapontokat, tehát a vágáskor az úgynevezett ugrásokat, tehát amikor az illetőnek a feje elpattan valamelyre, ezt én írom a felvevő timecode-ja szerint is, meg a lejátszó timecode-ja szerint is. Ez tulajdonképpen a vágás végeredménye, amit aztán majd természetesen le kell fedni ezeket a hibákat. Abszolút nincs megrendezett a szituáció. Itt pontosan arról szól a dolog, hogy minden úgy történik, ahogy spontán jön. Nincs nehéz dolog nekem a hetéletesben, mert én imádom. Egyszerűen nekem egy fantasztikus idegsport, külön rá is készülök, hogy jó kondícióban tudjam csinálni, és nagyon szeretem. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Felmérést csinálunk, felmérést készítünk a heti hetesnek. Tegye már fel a kezét, aki szereti. Nagyon kedvesek, köszönöm szépen. És aki nem? Nem baj az, csak nagyon nehezen találunk mostanában ilyet. Nem? Végre! Soha nem néztem még meg, egy gyalászkodás az egész. Én nekem nagyon tetszik. Időnként öncélú. Hogy hívják ezt? Heti hetes. Igen, heti hetes. Nem ismerem. Akkor tudom ajánlani. Köszönöm szépen. Sziasem. Viszont hetesen. Az utolsó simítások zajlanak, tulajdonképpen már szinte nincs munka az egésszel, de hát eddig mennyi volt? A vezérlőben megtörténnek az utolsó változtatások, és utána nyílik az ajtó, megy haza a stáb, vége, mindennek elköszönnek, balra azok ott a biztonsági őrök. Egyébként megyünk haza, köszönünk, és most következik a műsor, amelyen eddig dolgoztunk, jön a heti hetes! Az, amikor elindul a felvétel. Főtén indul! Minden, ami érdekes. Politika, botrány, Dunaparti, Dumaparti, bulvár, egy kasszár, egyek. Ez a heti hetes. Heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Köszönöm szépen, köszönjük szépen! Jó estét kívánok! Ismét eltelt egy hét, újra itt vagyunk, és már most elmondom, mert a műsor végén kellene talán, de akkor biztosan el fogom felejteni, hogy jövő héten vasárnap, azaz 8 nap múlva fogunk újra találkozni. Tehát jövő héten nem szombat van, vasárnap. Másrészt, tessék? Azt is mondnak, hogy miért? Mert húsvét lesz, azért. És... De vasárnap is húsvét lesz. Hát ezért.
Az a szomorú rész a péntek, a szombat, meg még vasárnap már vidámak vagyunk. És már készülünk a locsókodásra. Na. Bocsánat, elkavarodtam. Nagyon sok levelet kaptunk ezen a héten is, és kasszánk is gyarapodott. Dóciné Kovács Edit csatlakozott az egyik néző által elindított egyforintos akcióhoz, és küldött egy forintot. Köszönjük szépen. Egy másik kedves nézőnk, én gondolom, hogy héttagú családból 7 darab egyforintost küldött, de még... Nagyon hálásak vagyunk. Még többen is küldtek pénzt, így jelenleg már 5350 forint van a kasszán. Ilyen büntetésre. Én is kaptam. Mire? De milyen büntetés? Majd elmondom. Én 6 forintot kaptam Ilonka nénitől, köszönöm szépen. Én is szeretnék 2 megköszönni. Pillanat, mert én is szeretnék. Kérem szépen. Engem is érint, hogy mennyit fogok fizetni. Ja, mert elmondja, hogy mennyit kell majd fizetni. Neked mennyit kell? Hát mondd meg. Nem tudom, nekem azt tudom, megint 100-as kell fizetni. De nekem már megvan, félre van téve. A vele betetje a fajta, 100 000 kell fizetni nekem, havasnak 400 000. Az a jó, már itt sincs és kell perkálni. Az a fint, 200-300 000 forint között lesz a tiéd, azt mondja, olyan. 240-260. Akkor én most mondanék önről valamit, jó? Én nagyon rövid leszek, és nem kapcsolódom a témához. Én szeretném a Völgyi családnak, és nem a Gálvölgyi családnak megköszönni ezt a bohócot, amit kaptam. És Bújtor Attilán... Ő gyűjti a bohócot. Igen, és... De hát magának könnyű lesz majd örömet okozni. És ezt a nyakkendőt pedig Bújtor Attilának. Úgyhogy nekem ennyi, köszönöm. Köszönöm. Múlt heti feladvány hírünk így szólt. Választási kampánya során élő tévéadásban tartott striptízt Zaporizsjánban egy ukrán képviselőjelölt asszony. Olena Szolod, 28 éves háziasszony, így vélte a leghasznosabban felhasználni a jelöltek sajtókampányára szánt műsoridőt. Fejes Attila nézőnk a következő kommentár fűzte hozzá a hírhez. Ha ez itthon is divattá válna, akkor nem nézném meg az Orbán megyesi vitát a tévében. Hagy fűzzem hozzá, hogy kérését teljesítettük. Igen. Rendszeres nézőink bizonyára emlékeznek rá, hogy karácsony előtt a Magyarországi Kerekasztal Egyesület egy jótékonysági akciójára hívtuk fel szíves figyelmüket. Levelet kaptunk tőlük, idézem. A Magyarországi Kerekasztal Egyesület nevében köszönjük, hogy a heti hetes műsorában elmondhattuk karácsonyi jótékonysági maci akciónkat. Az adakozók befizetései révén több ezer játékmacit tudtunk átadni a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítványnak, és hamarosan egy komplett játszószobát alakítunk ki a Heimpál Gyermekkórházban. Köszönjük, hogy önök is részt vállaltak ebben a munkában. Mi köszönjük a lehetőséget. Még valami, valamennyien kaptunk tőlük egy-egy macit, én kislány macit kaptam. Tessék, szétosztom gyorsan, jó? Tessék. Jaj, de én... Mackót a mackótól. Nagyon tessék. Szépen köszönöm. És biztos vagy benne, hogy ez fiú? Hát miért? Nem látszik. Ennek van ilyen kis ruhája, csak az enyémnek. És aki mesztelen, az fiú? De édes. Doktor úr, a Viagra helyett a feleségem vastablettáját vettem be véletlenül. Miért? És nem áll fel? De csak mindig éjszak felé mutat. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Gálvölgyi János! Hernádi Judit! Verebes István! Kern András! Farkasházi Tivadar!
Mint azt már a bevezetőben említettem, rengeteg levelet kapunk, vidámat és kevéssé... Levelet? Kevésbé vidámat egyaránt, olyanokat is, amelyek szomorúak vagy éppen elkeseredettek. Hogy ezekből a legritkább esetben idézünk, annak mindössze csak annyi az oka, hogy saját szerény eszközeinkkel vagyunk, hogy csak a saját szerény eszközeinkkel vagyunk képesek segíteni, és hétről hétre megpróbálunk vidámságot csempészni otthonaikba több-kevesebb sikerrel. Mint már oly sokszor említettük, van, aki emögött valamifajta rosszul értelmezett összeesküvés elméletet gyanít, vagy mást vél kihallani, mint ami a mi célunk. Mi soha nem titkoltuk, hogy bírálatokat is kapunk szép számmal, és nem egyszer idézünk is belőlük kommentár nélkül. Az alábbiakban szeretnék egy levelet felolvasni önöknek, amely az előbb említett kategóriák egyikébe sem fér bele, talán inkább az elgondolkodtató jelző illik ide a legjobban. Nézzék el nekem, hogy mondjuk így a műsor elején rögtön egy nem túl vidám, de mindenképpen tanulságos levelet fogok ismertetni. Kovalcsik Judit, budapesti nézőnk tollából. Majd minden héten nézem a Heti Hetest, egy pici baba mellett ez a szombatesti szórakozásom. Harsányan kacagunk, élvezzük a poénokat, de ezen a héten eltöprengtem egyen máson. A csecsemő intenzív osztály előtt várakozva, a műtő folyosóján reszketve, a kisfiam ágya mellett fohászkodva felfedeztem, hogy mi az igazán fontos. Ekkor tűnt fel az is, hogy mit láttam, hallottam a világból eddig. Csupa jelentéktelen ember és esemény ömlik a médiából. Melyik médiasztár távozik erről vagy arról a csatornáról, hány stanglit fogyasztott Gabika egy bevásárlóközpontban, melyik párt kavar ügyesebben, horde bugyigót, csicsolina, stb. Az emberek erről olvasnak, hallanak, beszélnek, vitáznak. A kórházban, az amerikai úti idegsebészeten én igazi hősökkel és hősnőkkel találkoztam, akik tényleg fontos emberek, hisz életek függnek attól, hogy hogyan végzik a munkájukat. Az az igazi címlapsztori, amit ők csinálnak. Úgy gondolom, a kampánycsend idején szólhatnának a hírek ezekről az igazi, nagybetűs emberekről. Például így, dr. Bognár László főorvos ma is a műtőben töltötte egész napját. Megmentett 3 életet, 4 gyereknek visszaadta az egészséges élet lehetőségét. A műtétek közötti perceket arra használta fel, hogy a halálra vált szülőkbe lelket öntsön. A csecsemőosztály nővérei ma sem ültek egy percig sem. A rengeteg munka mellett még arra is volt energiájuk, hogy kedves szavakkal, mosolyjal vigasztalják a kis pelenkásokat. De az is lehetne egy címlapsztori, hogy a csinos, szőke gégész ma is csak a virágcsokrot fogadta el, a hálapénzt nem. Köszönöm, hogy elolvasta levelemet, Mészárosné Kovalcsik Judit. És utóiratban még annyit közöl a kedves levélíró, a kisfiam már jól van. Jó egészséget kívánok! Egy csokor fehér kálával köszöntötte Isépi Tamás Lendvai Ildikót a békeszállóban, aki egy piros hímes tojást nyomott a markába. Na ugye? Ott van. Jönnek a fontos dolgok. A két politikus a miniszterjelöltek vitáinak megbeszélése ügyében találkozott, amelyek csütörtökön kezdődtek Bárándi Péter, a szocialista párt igazságügyminiszter jelöltje és Dávid Ibolya miniszter részvételével. A múlt héten megdobott engem a verebes, mert azt mondtam, hogy ilyen híreket nem lehet kommentálni, mert mire kommentáljuk, már nem igaz a hír, vagy nem igaz, amit mondtunk, vagy nem igaz az egész, és azt mondtad, hogy... Mit mondtam? Hát, hogy lehet. Azt mondtam? Ha. Nem voltam magamnál. Hogy de már nem érvényes, ez az egész nem érvényes. Már az érvényes, hogy ezt a, mit, a kálát adott, vagy mit? Az esküvői világ, ugye? Igen. Kála? Hát és hálát nem várhatott. Hát lehet húsvét. És azt mondják, hogy az Isépi bácsi... Egy meg... hímes tojás kevés az Isépinek szerintem. Erről született egy rádiójáték, felolvashatjuk? Rengeteg szereplője van, és azt mondták a szereplők, ne legyen próba. Úgyhogy most olvassuk először. Jújj, de izgi! Kossuth Rádió Budapest, 21 óra 50 perc. A Rádiószínház bemutatója. Húsvét előtt. Kern András dokumentumdrámája. A szereposztásból. Isépi Tamás, Gálvölgyi János. Lendvai Ildikó, Bajor Imre. Isépi apja, Kern András.
Lendvai anyja, Hernádi Judit. Narrátor Verebes István. Dramaturg... Várjál, ne hajtsa. De hát a rádióban nem szoktak tapsolni. Dramaturg Ló Otto, zenei munkatárs Weiler Otto, rendezte Solymosi Otto. Helyszín a Békeszálló, a Rómeó és Júlia terem előtt. Mindenki feszül, húsvét előtti hangja. Szülők, testvérek. Belép Izsépi Tamás, oldalra fésült haj, rövid nadrág, kis szandál. Kis szandál. Zöldet bejártam. Kis ibolyát láttam. Sárcom, hogy van tovább? Zavarban. Zavarban van, nem tudja folytatni. Apja segít. El akart hervadni. El akart hervadni. Lendvai Ildikó matróz blúzban, lakcipőben áll. Fülig vörösödik. El akart hervadni. El akart hervadni. Ezt én mondom. Én mondod te. A következő sort mondod ja, te. El akart hervadni. Most Ildikó anyja segít. Ne te mondjad, Ildi! Azt a Tominak kell, Tomi. Ha Zsuzsanének beletetszik az a szólni, akkor egyáltalán nem fogom tudni. Izsépi 8, Lendvai Ildikó 6 éves. Édesek, Izsépi apja nem bírja tovább idegekkel. El akart hervadni. Szabad elocsolni. Na, bazd meg! Adod a virágot, Tomi! Izsépi Tamás egy csokor kálát ad át, lép egyet, de elbotlik. Ó, a rohadt életbe! Tamás, mit beszéltünk meg? Jó, apa, csak fél, van a hasra este. Azért jöttem, hogy megbeszéljük a miniszterek találkozóit. Kati! Ildi! Ja? Azt hittem, a Szili Katihoz megyünk előbb, de mi? Hülye, ez itt a Lendvai Ildi, locsold meg! Nem locsolom, még nem adott tojástól. Előbb locsold meg! A kis Tomi egy ott lévő nagy vászából rengeteg vizet önt Lendvai fejére. Hülye! Anya, ez hülye! Kizányom, add neki a tojást! Én pénzt kérek, nem tojást, apa azt mondta... Azt mondta, hogy pénzt fogadni, és főleg inni. Hus, előbb a tojást, fogadd el. Kislányom, add már oda neki szájba ver tojást, vagy mit csinálok? Én akkor is inni kérek. Tessék, piros tojás. Figyelj már, te festetted? Na, majd a Pokorni Zoli. Piros. Nem látod? Apa, ez is apa. Miért piros a tojás? Mert volt kommunisták. Most ezen akadsz? Inni akarok. Adjunk már egy konyakot az öregnek, vagy lepetétek már. Adnak, isznak. A gyerekek is isznak. Na mondjad, Tomi, amiért jöttél. Amit tanultunk tegnap. Azért jöttem, hogy a kormány tagja és a szocialisták miniszterjelöltjei március 21-e április 3 között a Mindenállis Parkban nyilvános vitát folytassanak szakterületükről. Jó van. Jó, akkor folytassanak. De én most már tényleg írni akarok. Mit hiszik ez össze, csak 8 éves? És a miniszterelnökök vitája legyen április 3-án. Izsépi nekiugrik Lendvai Ildinek, egy perc alatt a sárban hempereknek. Ó, a Meggyesi csak árnyék, miniszterelnök! Az én bátyám úgy megveri a te bátyádat, hogy elájul. Idi, mi csinálsz? Bepiszkolod a matróz blúzot. Hagyod abba, Tomi, bepiszkolod a matróz blúzot. Okos enged, szamár szenved!
Anya, segíts! Apa, ez harap, a miniszterelnök elfogadja, csak nem akkor. Ha én vacsora vendégeket hívok, akkor egyeztettünk. Anya! Apa! Tomi! Apa! És még ma is ott fekszenek a porban, a Fidesz és az MSZP, verekszenek, sikítanak, veszekszenek, üvöltöznek, mi meg rettegve várjuk, melyikük kell felgyőztesen. Tehát, hogy mutassuk be két leghűségesebb hallgatónkat, Farkasházi Tibor és Jakula. Én az, az egyetlen rádiós köztetek, és kihagytatok. De nem vagytok egyedül. Nem, már nem mi hagytunk ki téged, Teddy. Kern arra gondolt, hogy beszélni kell is. Hát. De fölolvasd, hogy legalább dramaturg lehettem volna. Ez jó. Dramaturg? Oda vagy így. Oda vagy írva, Lótó, oda vagy írva, az volt dramaturg. De hát várjál, mert elmarad, hát elmarad ez a dolog, mert azon nem tudtak megegyezni, hogy mi legyen a háttér, ugye, a mai hírek, tehát két nappal ezelőtti mai hírek alapján. Az van, hogy, amit a rádió mondott, én csak azt tudom mondani, hogy van grafikonokat akartak vetíteni a szocik, és erre azt mondta az Izsépi, hogy ez nem az Anetka show-ja. Az ugye szó nem volt róla, hogy az Izsépi vetkőzzön le például. Orbán Viktor a Nap TV-ben hangsúlyozta, utolsó érvként csak annyit tud mondani, hogy szépen kéri Medgyesit, menjen el a Közgazdasági Egyetemre április 5-én, mire Kovács László kijelentette, ők még szebben kérik, hogy Orbán menjen el április 3-án a Millenáris Parkba. Tordján József bejelentette, a jobboldal becsületének megmentéséért szívesen megmérkőzik Medgyesi Péterrel. Megmérkőzik? Ez nem olyan kis megalázó, hogy nincs senki sem. Jó napot kívánok! Ezt mondják, Józsi bácsi, menjen innen! Te jövök ki! Menjen innen, Józsi bácsi! Lázár vagyok, a csókok vacsoráján ki! Borzasztó! Azért egy Orbán-Tordján vitát megnéznének, azt hiszem. Én nem? Azt hallottam, hogy ha nem áll ki vele senki vitára, akkor egy két órás figyelmeztető éjségsztrájkot fog tartani. Vagy beledül egy pacalba. De nem tudom, miért kell neki a Medgyesi, hát hogyha ő egy vitára elmegy, akkor kivágnak a Medgyesiből egy ilyen képet, egy ilyen semmi, egy felszín, oda teszi, és ő meg beszél. Ebben a vitában az a jó, hogy az Orbán azt mondta, hogy szépen kéri, a Kovács azt mondta, hogy ők meg nagyon szépen kérik, és azon megy a vita, hogy ez tulajdonképpen két egyenlő fél, vagy pedig a miniszterelnök egy jelölttel vitázik. Hát bizony két jelölt. Na de azt mondta Pokorni, nehogy már nyúl vigye a puskát. Mert még eltalál sülni. Van olyan? Most loptak el Sárospatakon a Vöröstoronyból négy puskát. Le... Rohadt nyulak, mi az? Azért még visszatérnék erre a vitára, mert nem tudom, hogy igazából ki győzött ezen a vitán. Melyikem? Hát ezen az elmaradt vitán, ugyanis én olvastam Király Bélának az 56-os visszaemlékezéseit, ők belevetették magukat a budai hegyekbe, azt hiszem heten, és velük szembe jött 200 ezer orosz. És ott valami felrobbant, valami lőszer raktál, és az oroszok azt hitték, hogy atombombát dobtak le, és elmenekültek. De nem látták a Király Béláékat, akik heten ott voltak, és a Király Béla után, amit hadtörténész, egy tanulmányban megírta, hogy mindig az nyerje a csatát, aki ott marad a helyszínen. Tehát ők ott maradtak a helyszínen, tehát ők nyerték meg a nagykovácsi csatát. Na most, ha itten a Fidesz állt föl a vetített háttér miatt, akkor az nem az MSZP nyert, mert ott maradt? Nem tudni, mert 5-én meg a Marcz Károly Közgazdasági Tudományi Egyetemen, ahol lenne a vita, ott fog ülni a miniszterelnök. És a Medgyesi ül a harmadikán a Millenáris Parkban, illetve ott nem... Ott ez fog nyerni, ott meg ez. Amiképpen utólag előre megmondom neked, hogy aki az MSZP-nek drukkol, annak a Medgyesi tetszett volna jobban, aki meg a Fidesznek, annak az Orbán. Dögöljek meg, ha nem igaz.
Ezt tudjátok, milyen párbaj? Az Orbán Debrecenben egy saktábla előtt ül, a Megyesi meg Szombathelyen ultizik, nem? Az ilyen, bocsánat, az ilyen elmaradt randikról van egy graffitim. Egy lány felhívott a múltkor, és kecsegtető hangon azt mondta, gyere át, nincs itthon senki. Átmentem, és tényleg nem volt otthon senki. Ez jó, ez az, ez stimmel. Az MSZP területfoglalási engedélyt kért a Közgazdaságtudományi Egyetem elé április 5-ére, amikor Orbán Viktor tervei szerint mindenképpen megjelenik az egyetemen, és várja a Megyesit. Mi van az egyetemen? Beiratkozások? Vagy mi van akkor? Ez a Csurkával lett volna érdekes, nem? Csurka István területfoglalási engedélyt kér határon túl. De mit akar az MSZP? Lehet, hogy csak filmeznek, nem? De nem, tényleg akkor mit akar? Hát nem, hát várja, hogy jöjjön ki a kocsma elé, és aztán majd ott kint elintézik. Nem, én szerintem azt akarja, hogy lefoglalja, és akkor más nem mehet oda. Szimpátia tüntetni. Ugyanezt csinálták a Köztársaság téren. De ez jó. Hát mit tudom én? De miért nem menjen bárki bárhova szimpátia tüntetni? Hát menjenek szimpátia, mindenki saját magáról állít ki bizonyítványt, hogy hol szimpátia tüntet. Na, de ki le kell hozzá foglalni területet, ez valami törvény, nem? Vagy nincs ilyen? Hát én már szerintem ők már annyi területet foglaltak le, hogy ennél már többet nem kéne, nem? Legutóbb... A Népszabadság csak hallgatom. Neked úgy mondják, hogy melyik hírnél kell nagyon gyorsan befejezni? Ne fejezzük be. Mert én valami pártvonzalmat érzek a te hirtelenségeidben. Mondhatok ilyen izéket is. Mama, miért lökjük le a kocsit a szakadékba? Kusfiam, felébreszted apádat. Kaptam egy ilyet is, azt mondja, olyan csúnya vagy, hogy amikor a fényképedet kirakták a teljes dobozra, a gyerekek rászoktak a sörre. Ma a következőt olvast föl. Olvast föl. Légy szíves, olvast megvan föl sőt, a követ. Laci! Olvast föl. Légy szíves. Nagyon szépen, nagy szerencsénk van, megsértődött. Baka barát programot vezetnek be a brit hadseregben. A javaslat szerint a katonák éjszakára bevihetik magukhoz a barátnőiket. A liberalizáció csak a nőtlen katonákra vonatkozik. Játssz el a gondolattal, hogy milyen, hogyha te most épp a barátnőddel vagy, mint katona, és közben riadót rendelnek el az. Ezzel a gondolattal játsszak el. Számtalanszor van ilyen. Számtalanszor van ilyen otthon. Nekem van olyan kollégám... Például együtt vagyok a feleségemmel, és közben megy a híradó. Az rendben vagy együtt vagy a feleséged, de gondolj, itt közös a hálóterem. Érted? Valaki beviszi a nőjét, és ott van még a többi katona is. Nem, biztos kap valami zárkát. Mi? Kap valami zárkát az életet. Gondolod? Hát mert ez együtt jár a magánzárkával nyilván. De hagyom. De mi az, hogy nőtlenek? És aki fiút akar bevinni? Hát életem, az tallózik a benti fölhozatalból. Ez... De ha neki speciál, kintről kell valaki. Hátulról. Hát, az őrmester már megvolt neki. A feleséget mi nem lehet bevinni? Van ez feleséget a... be lehet? Nem lehet. Barátnőt nem lehet bevinni, ha van feleséged. Volt ez a graffiti házasságban, gyerek? Fogságban nem szaporodom. Őszintén, hogy az egész globalizációt internetestől együtt csak a jáksó miatt átkozom. De katona lennél, akkor előösbe küldenének, hogy vicceket mesél az ellenségnek, nem? Téged miért nem vettek be katonának? Az állat miatt? Nem. Kiszuperáltak elmebajjal. Már ők rájöttek? Tényleg? Nem, állítólag here nélkül most nem sorozzák be. Én azt, hogy megúsztam, nekem itt van egy valamim van nekem, ami úgy csattog. Hát a lábad neked mutattam lesz, már, mert emlékszem, hogy mindig volt. Együtt voltunk sorozáson. Egy Erzsébeten voltunk, nem emlékszel? Nem együtt. Hát olyan botrány a világ történet. Én a Németh Miklóssal voltam együtt sorozáson, a Visegrádi utcán. Főiskolán együtt voltunk, főiskoláról együtt mentünk egy sorozásra. Még akkor is kellett menni. Persze, Erzsébetre. Mert akkor mindenki látta, hogy szuperhülyék vagyunk. Nem tudom, nekem, engem azzal mentettek föl, hogy itt valami nekem csattog.
Szóval ahogy a combom és a csípőm találkozik, ott nem van valami baj. Nem tudnád megmutatni, hogy mi is lássuk? Hogy... Nem, nem lehet úgy megmutatni, csak ha jössz így velem. Gyere. Igen? Hát mert nem, szóval mindenki nem érzi. Gyere. Igen? Add ide a kezed. Igen? Ide tedd a kezed, ide. Ide? De ez miért zavarja az ellenséget? Vagy ne hagyd. Érzed, hogy ott csaptam egybe? Érzed már? Csaptam, és azt mondták, egy idő után meg kell majd operálni. És még hála Istennek még mindig nem kellett, pedig már 54 éves vagyok, úgyhogy én abban reménykedem, hogy hát, ha most már ez tényleg megúszom. Nekem volt egy név, aki csattogott alul, de ez nem zavar. Nekem ez még mindig csattog. A csattogásnak hívják? Én úgy úsztam meg a katonasságot, hogy 30-an voltunk. Első kérdés az volt, kinek rossz a szíve? 28-an jelentkeztek. Kinek rossz a tüdeje? 32-en jelentkeztek. Kinek rossz a lába? 40-en jelentkeztek. Én mindig mondtam, én makkegészséges vagyok, katona akarok lenni. És akkor egy sólettkonzerv miatt, akkor voltam az öngyilkos, aztán ezt már elmeséltem, és 48 kilóra lefogytam. És kérdezték, hogy miért vagyok ilyen sovány. És mondtam, én most hisztam 2 kilót, hogy katona lehessek. Engem egyedül felmentettek, és mindenkit elvittek. Én a 68-as Kimit után voltam sorozáson, és akkor én ugyanezt a taktikát használtam, azt mondtam, hogy be akarok vonulni. És azt mondta, hogy te győrnagy, azt mondta, miért akarok? Mondom, katona akarok lenni. Szóval elmegy maga a francba, maga színész lesz. És nem vettek be. Bocs, és igaza lett? Ha álmatlan éjszakád lenne, megnyugtatlak, igen, ti vadász. Nem lettem volna sose katona. Nem. Nem, mert nekem meg nyaki bordám van, és én a van, ezt előbb tudom, akkor ezzel nekem van. Nekem egy párral több bordám van, ne haragudj, az itt van a nyakamban. Mutasd meg, Jöci, menj egy kört, és akkor nem bordám. Csigolya az, nem borda. De kinövése van a csigolyának, azt úgy hívják nyaki borda. Ne haragudj, már hozok majd legközelebb egy ilyen átvilágított részről. Neked van egy gyönyörű kinövésed, de az nem a nyakadban van. Nekem is van azért, ne haragudj, spina bifidám, én tudom, hogy mi a csigolya. Csak mondtam ezt a csattogát. A másik az a nyitott csigolya, de nem nyitott, bordád van a nyakadban. De nyaki az van nekem, és hogyha főteszem a kezem, akkor előbb-utóbb elájulok. És ha elkezdenek folytogatni, akkor eltörik a bordádat? Igen. Ilyen mindig. Bordatörést szenvedek, de a igen. Semmi, de amikor azt hiszem, hogy fel a kezekkel, nem tudják, hogy miért hal meg a nő, mielőtt egy őt. Látjátok, nálam nagyon egyszerű volt a dolog. A szemed? Persze. Azonnal. Na. Kezi csokromat köszönt a tábornoknak. Csokrom. Köszönjük! Betiltották a vízipisztolyok árusítását és használatát Kambodzsa fővárosában. Indoklásukban többek között megemlítették, hogy a vízipisztolyok nem részei a kambodzsai kultúrának. Innen tudnálak itatni viszkivel. Nem viszkipisztoly, vízipisztoly. Ezen a ponton adunk egy némi reklámnak, utána folytatjuk a beszélgetést. Politika botrány, Duna parti, Duma parti, bulvár, de egy kasztár hegyek. Ez a heti hetes. Heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Köszönjük szépen. Na, köszönjük szépen. Kedves nézőink, Sztárok a háznál címmel, ugye nem sokára a vadonatúj műsor készül, amelyhez várjuk a jelentkezéseiket. Szeretnénk, ha írnának nekünk az ismert címünkre, illetve e-maileket is szeretettel fogadunk, ha szeretnének vendégül látni 2 napra, egy éjszakára valakit, akit ismernek az RTL Klub adásaiból. Ez lehet például Verebes Pista is, vagy én, vagy... Én már elkeltem. Igen? De elfogtunk egy levelet. Na. De ez egy igazi levél.
Csak én fogtam el, neked címezték. Kedves Jáksó László, az előző adásban szomorúan hallottam, hogy még nem kelt el. Emberbaráti érzésektől vezérelve úgy döntöttem, hogy családommal együtt örömmel fogadnám önt otthonomban. Ez természetesen azt is jelenteni, hogy részt venne mindennapi életünkben, elkísérne a munkahelyemre, és sajátos, csak is önre jellemző képességeit a város vezetésében is kamatoztatná. Első átlagos munkanapján többek között az alábbi programpontokra számíthat. 6 óra. Beszállási kísérlet a szolgálati BKV szerelvény vezetőfülkébe. Igény esetén szippantós kocsi is bérelhető. 7 órakor a fővárosi türelmi zónák kijelölése az összes érdekelt polgármesterrel egyetértésben. 9 órakor a főpolgármester helyettesítése az olimpiai pályázat előkészítő bizottság ülésén, ebből az alkalomból olimpiai fülkarika ünnepélyes átadása az illetékes ülésben. 11 órakor a budapesti csatorna hálózat állapotának személyes ellenőrzése, szúró próbaszerű mintavétel. 14 órakor egy fővárosi közkórház új szépészeti és álplasztikai szárnyának megnyitása. 16 órakor az aznapi 712.618 lakossági bejelentés, panasz és javaslat átolvasása, véleményezése és megválaszolása. 19 órakor közvetlen baráti hangvételű vacsora elfogyasztása hajléktalanok egy csoportjával a keleti pályaudvar metró aluljárójában. Őszintén bízom benne, hogy ajánlatom megnyeri tetszését, a mielőbbi találkozó reményében szíves üdvözlettel, Demszky Gábor. Ezt te írtad? Nem. A Demszky. Néztem közben, ezt fejlécipa. Demszky írta. Ez egyet kihagyott a Demszky, mert ha én meghívnálak, én például elvinnélek látogatásra az összes eddigi feleségemhez. Ezt ő is megteheti. Akartam mondani, hogy az... De kollégám, ebből a szempontból kollégám. Én arra kérem Demszky Gábort, gondolja át azért ezt a dolgot. Olcsóbban juthatnak be a Nemzeti Színházba a diákok és a nyugdíjasok abból a mintegy 1 milliárdos összegből, amelyet a színház építése során spóroltak meg. Svajda György egyébként nem volt jelen a premiéren. Aznap szabadságát töltötte, amelyet a Népszabadság szerint előzetesen egyeztetett a kormányfővel. Másnap már ismét munkába állt. A Svajda már látta az előadást szerintem, és ezért kár bemenni. Mondjatok egyetlen egy állami beruházást, amint spóroltak. Valaha. Hát ezzel, látod, ezzel spóroltak. Ez az első. Azt nem tudom, lehet, hogy a diákok jól járnak, de hát a nyugdíjasok, hogyha mondjuk Budapest belterületén laknak, akkor a Nagymező utcában nem mennek el színházba este, mert félnek hazamenni. Tehát például a Kárpáti Tomi mamája délutáni előadásra kér csak jegyet, mert ő este nem megy utcára. Most a Soroksári úton olyan nagyon nem fognak sorbálni a nyugdíjasok, hogy 7:30-as kezdésnél 11:30-kor jönnek ki a színházból. Beülnek a kocsijukba, kész, hallom már. Picit fésülködte meg, mert mutatták, hogy nagyon... Demagóg dolog ez, gyerek. Miért Soroksári úti nyugdíjasok nincsenek? De annak a régiónak a pubokba ülnek. Igen. Adjatok be, legyetek. Szép vagy. Mehet. De az hogy van, hogy valaki évekig épít egy színházat, ennyi balsós közepet, és amikor kész, akkor kivesz egy napos szabadságot? Olyat meg nem látta, hogy valaki az esküvő előtt meglóg? A kislányomnak, aki már 22 éves, a nagymamája, aki az én volt anyósom volt, aki 85, együtt nézték az ember tragédiáját. Mikor jött a úr hangjának a fölirata, akkor azt mondta az én volt anyósom, Linduskám édes, ez már a reklám? Papírforma szerint ugye a nemzeti konzervatívoknak kellett volna, hogy kevésbé tetszen, ez egy nagyon modern előadás, mindenféle hát, bejátszással, internet, bejátszás, film, okay. Metró, repülőgép, ugye, és a liberálisabbaknak kellett volna, hogy tetszen. Attól, hogy egyszerűen, hogy ott van, hogy ez van, hogy nemzeti színház lett, hogy így van a egyébként kihúztak egy nagyon fontos mondatot a Madách műből, a bizánci kép után,
amikor jött a metró, tudod, és elment a pappera, akkor onnan kiúsztak egy mondatot, amit a Ádám mond, hogy Lucifer, kiszállhattunk volna a Batthyány téren. Teljesen kilógott. Egyébként én meg voltam győződve a végén, hogy mondottam ebben küzdés, biza, biza, ezt a havas, havas fogja mondani. Én meg azt hittem, amikor bejött a repülőgép... A csőtörés mondom, volt helyette. Nem tudom, melyik színbe jött be egy tuszászármi? Aténben mondom, hogy lejön az Orbán Viktor itt, akkor, mert akkor jött meg oda. És képzeld, ki lett volna írva, hogy Malév háztól házi. Igen, szállunk rendelkezésre, madár színbe. Na, hagyj fejezzem be, amit mondtam az előbb, mert csak elkezdtem. Tehát a papírform, hogy az lett volna, hogy a konzervatívoknak nem tetszik, a liberálisoknak tetszik, de politikai okokból ez fordítva van. Most Bajajtól nagyon röviden, hogy csináltak egy régebbi ringet, az Istenek alkonyát láttam, és kérlek szépen Dexion Salgó ruhába jöttek ki a gibihungok. A gibihungok királyának egy ilyen kályhacső volt az egyik kezén, a Siegfriedet pedig ilyen szabadnapos matróznak öltöztette föl, egy Rozali nevű kosztümtervező. És a végén kijön a Rozali meghajolni, és a konzervatívok óriási fügybe törnek ki, akik a modernet szeretik, azok marha nagyot tapsoltak. És most mondom a lényeget, amilyen dadogva elmeséltem az egészet, utána két tábor egymásra néz és mosolyog. Föltehetőleg azért közben Wagnert hallgatták, nem? Szóval azért Wagner zene szólt. A most kormánykitüntetés kapott El Kazovszki, aki képzőművésznő, ő egyszer tervezett jelmezt Szolnokon, és a következő volt kiírva a próbatáblára. Kérem a művészeket, ruhapróbán jelenjenek meg a lakatos műhelyben. Nem mit? Tényleg? Tényleg. Ez volt kiírva. Fémből terveztem? Engem. Hát nem tudom, mi volt. Nem vasolták, szidolozták az öltönyöket. Nálunk az egyik jelmeztervezőt úgy hívják Erkel Laci, Kentaur a beceneve, és a portás meg mindig úgy mondja be, hogy Kentaurat várják a portás. Kentaurat. Na jó, hát várják, portás, mert nekem is van, a szegény Isten jövő, hogy Zsani néni Miskolcon. Azt mert imádott engem, nagyon szeretett engem, és mondták, hogy mennyire szeret engem a Zsani néni, mondom, de nem tudja a nevemet. Azt mondta, de hogy nem, mondom, hogy gyere, megkérdezzük. Mondom, Zsani néni, Verebesben van a színház? Azt mondta, nem láttam Pistukán, fogalmam. Az ügyészség nyomozóhivatala megtagadta a nyomozást a február 5-i parlamenti hazaárulózás kapcsán. A feljelentést két... Ők már tudják, hogy kit szeretsenek. Igen. Hazaárulózni lehet? Hülyézni nem lehet. Az a baj. A feljelentést két magát... Mennyivel több hülye van ebben az országban, mint hazaáruló? Igen. A feljelentést két magánszemély tette ismeretlen tettes ellen hazaárulás feljelentése elmulasztásának vétsége miatt. A nyomozóhivatal szerint a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény. Hát elfogtunk egy levelet megint, és azt hallottam az Inforádióban, hogy a hazaárulózást azért nem vizsgálják önök, mert két magánszemély tett feljelentést, ez nem elég, jó lenne, ha a sértett kéri a nyomozást, az MSZP, de ő nem kérte. Tudom, hogy bonyolult a magyar alkotmány, ezért is vagyok zavarban. Lehet, hogy az én ügyem nyomozásra kerül majd, de ki tudja már itt. Engemet megöltek, na. Kis nyugdíjas voltam, Balaton hevenyén, 79 éves. Bejött két nagy darab, elvitték a tévét, a mosógépet, 17 000 forint készpénzt, jól fejbe kólintottak, és én hülye belehaltam a sérülésébe. Nem a kórházba szállítás közben, mert csak másnap talált rám a menyem. Na most, szóval engemet megöltek. Én úgy tudom, hogy a menyem feljelentést tesz, ismeretlen tettes ellen, meg a fiam is, de ők csak magánszemélyek. Ki tudja, oly bonyolult az alkotmány, hát ha ez nem elég. Ezért innen a purgatóriumból, ahol pillanatnyilag tartózkodom, én a sértett szintén kérem ügyem kivizsgálását. Itt egyébként remek a hangulat, rengetegen vagyunk, Julius Cézártól, Szent Johannán át, Rajk Lászlóig, de itt van dr. Pöltenberg Oszkárné is, akit a Dunába lőttek 44-ben, egész jóba lettünk. Óriási a tömeg, mindenki rendes ítéletre vár lentről. Csak azért szólok, én vagyok a sértett, én szólok, hát ha nem jó az alkotmány. Tisztelettel Tóth István halott, Balaton hevenye, 2002.
Grespik László szerint a magyar rendszerváltás az 1980... Nagyon kell vigyázni a pofádra. Valami, nem tudom, valamit csinálnom kéne, hogy nehogy... Minden, akármit csinálsz, fizetned kell. Grespik László szerint a magyar rendszer... Teddy, lefogadom, hogy van egy táblád. Egy negyedik, mi? Fönhagytad? Mi? Fönhagyt? Igen? Nincsen, csak három. Grespik László... Fizeted, ha mondok valamit? Tessé? Fizeted, nem, ha mondok valamit? Hívd meg engem egy mondásra! Szerintem csak kérjél egy táblát. Ez elég. Grespik László... Na várj, de attól függ, mi a hír. Adj egy jó drágát! Így mulat egy magyarul! Nem kész? Én nem, nekem mi közöm a Grespik? Majd lesz! Fogjál el egy levelet, írd meg, és akkor te is beállsz a sorba. Eleinte mindig voltunk. Na kérem, ez egy kis Don Juan, egy Casanova. Itt mindenki elveszti végül a szüzességet. Grespik László szerint... Igen. Grespik László szerint. Igen. Nem ér engem röhögtet, mert beperel. Grespik László. Nem is kell, semmi. A hír a következő. Grespik László szerint. Menjünk tovább, menjünk a következő. Nem kell több. Grespik László szerint. Kész. Én nem ez. Kell még többet mondani? Most speciál nem állt. Felolvasnám. Nos, Grespik László szerint a magyar rendszerváltás az... Nagy kivel van írva? Nagy. Nehogy kellemetlenség legyen belőle. Akkurát kupakoltam, hogy az nem igaz. Nem kell a tábla. Hoztam magammal pénzt. Hagyjad már. De várjál, kiszámolom, mondjad, közben számolom. Nem hiszem, hogy ennyit ki tudsz. Én hogy... Hivatal, vagy Grespik úr kártyáról lehet? Grespik László szerint. Anyukám, egy 20-as nem sajnálok azért. A Grespik azért nagyon 20-at. Keveset tudsz mondani, ne? Egy pofát vágok érte. Grespik László szerint a magyar rendszerve... Jussám már, nem! Nem azon röhögök, hanem... Grespik László szerint a magyar rendszerváltás... Magyarázhatod, hogy mi volt. Akkor is ott volt utána. De nem ott volt, hanem másért. Ezzel a pofával azt sem szemben, az maga egy grimac. A te papofád... A papofád minimum 50 ezer. Szegély. Azt mondja, szegély, megyek önökhöz lakni. Annyira azért nem sajnálok. Na. Grespik László megint lemarad. Tovább. Grespik László szerint a magyar rendszerváltás az 1989. március 15-én kötött úgynevezett rózsadombi paktum szerint zajlik, amelynek megkötésénél jelen volt egy szovjet tábornok, egy CIA tiszt, a katolikus és az izraelita egyház képviselője. Továbbá Antal József, Horn Gyula, Boros Péter, Göncz Árpád és Pető Iván. A paktum értelmében a megbízható volt kommunistákat más pártokon belül kell indítani a választásokon. Ez tulajdonképpen hangsúlyozza, hogy ezt a paktum lejegyzőjétől ő idézi, ő felelősséget nem vállal ezért, ezt szeretném elmondani, tehát ezt ő leírja, de a végén a cikknek azt mondja, hogy ő mondja, keresztény vagyok, nem hülye. Na most ezt én idézem, de felelősséget nem vállal. Vagy... Igen. Ha én azt mondom, hogy egy fizikoterápiás kezelésre szorul, az mibe kerül? Azt nem tudom, de
Miért? Fizikoterápia. Nem mondom, mégsem mondom. Mondjad a fizikoterápiást. Ja, csak hogy egy fizikoterápia. Egy másik mondatát mondanám. Most mondta ezen a szép nagygyűlésen, mocskos rohadt szemét manipulációs gépezet az a fajta kereskedelmi televíziózás, ami Magyarországon folyik. Én csak azt kívánom nekik, hogy épp bőrrel megúszszák, ám vagy változtatnak, vagy megtapasztalják a népharagot. Ez nem felhívás keringőre, és ez egy ingyen mondat. Van egy választási taktikám, választási Freud, egy tárgyalási taktikám. Ugye ő beperelt engem valamiért, amit én mondtam róla, amit én itt most nem fogok megismételni, de én azt próbálom bizonyítani a bíróságon, oda hívok tanút. Ez a tanú Gespik László lesz, és megkérem, hogy ezt a mondatot mondja el, mert akkor nekem van igazam. Erről kéne egy darabot írni. A Rózsadombi paktum. Rózsadombi paktum. Milyen jó cím. Tényleg ezt nem írtad meg? Szovjet tábornok CIA-t is. A zenéje már megvan, az jó. És ezt Tolgyánt kihagyták belőle, pedig jót lakik. Hát azt nem, az Orbánt azért hagyták ki. Tolgyánt. Ki mit szeretne játszani? Ja, ebben. Én az izraeli nagykövet. Az izraeli nagykövet nem volt, izraeli egyház. Egyház. Nem, ha nem játszod, akkor is rádosztja a Gespik. Ilyen burkolt zsidózás már rég. De oda a terápiával én rám célzol, mert hogy én nekem egyszer eltört egy bordám, nekem nincsen ilyen nyaki bordám, de leestem a lépcsőn otthon, vitatható körülmények között. Eltörtem itt, nem, itt eltörtem egy bordámat, és akkor kellett fizikoterápia, ezzel nem tudnak mit csinálni, csak egy idő után meggyógyul magától, de azt mondták, járja fizikoterápiára. És elmentem, nagyon édes lányok voltak ott, és mindig azon kis áramot úgy bele kell vezetni az emberbe. Biztos, hogy jó helyen jártál? Jó, én azt mondom. Nagyon szépen ment. Azt mondták, 12 alkalom. Már vitatható körülmények között nagyon szép kis lányok voltak. Nem, ja, az nem, nem, semmi baj nem volt. 12 alkalommal kellett menni, és... Másnap emlékezte rá, hogy mi történt? Nem, minden, igen. Semmi baj nem történt. Míg a 9. alkalommal, hát ez egy régi kórház, és van 9. alkalommal, azt mondták, így mostan adjuk az áramot, mostan érzi? Mondtam, nem, nem érzem. Most érzi? Nem, még nem érzi. Még egy kicsit, még egy kicsit. Egyszer csak egy akkorát belém vágtak, mintha 220 volttal a hátamba ide, és leestem az ágyról. Eltört még 6 bordám. Még 6 bordám eltört, és azt mondtam, ide többé a lábamat be nem teszem. De ez tényleg egészen ijesztő volt, mert itt valami kontakthibás volt valami, és úgy megráztak az ágyról. Honnál az? Azt hittem, hogy erre gondolsz, amikor a... tudom, hogy nem szabad kimondani, hogy majd így lesz a... Vagy csak... Semmi. Az egészet vágjuk ki. Mert az nagyon fáj. Tényleg nagyon. Ijesztő. Három prostituált beperelte az egyik stockholmi kereskedelmi televízió meteorológusát, aki napos időt ígért, és ennek ellenére szeles, esős nap következett. Mindhárom lány másnapra belázasodott, mert hittek az időjósnak, és túlságosan lenge öltözékben álltak munkába. Tiszta hülyeség. Az Agynes Szilárd állandóan bíróságra járhat. Nem is tudom, ez az ember hát nem mondta ezt biztosra, hát csak úgy mondta, hogy ez várható, nem? Különösen mondhatod, hogy kurvára esik az eső. Először voltam Bécsbe, két dolgot nem értettem, az egyik, hogy azt hittem, hogy benzinkút kiállítás van, mert minden faluban 3 benzinkút volt, és akkor Magyarország 150 kilométerenként volt, mit tudom, egy ilyen nyomó. A másik, hogy a Gürtelen mínusz 20 fokba, ideig érő csizmába, ilyen minibe álltak ezek a csajok. És azt nem értettem, hogy még kell azért fizetni, hogy felmelegítsd őket, tehát, hogy ki az, aki egy ilyen csajra... Miért nem kérdezted meg a Mimit? Ő válaszolt volna neked. Hogyan? Hogy? Hogyan válaszolt volna? Úgy kézzel. Esernyővel. Én arra gondolom. Én különben, ha a Szilárdot hallgatom, ő mondja az időjárás jelentést, én röhögök. Én egész éjjel röhögök, mert úgy köszön el, hogy derűs. Hát. A
nőnapon két ünneplő hölgyet vert meg két szombathelyi rendőr. A diszkóból kilépő nőket szeretkezni jöttök? Kérdéssel fogadták. Biztos, hogy ezt kérdezték szó szerint. Nyilván. Kérdéssel fogadták, mire ők szeretnétek, mi? S már csattantak is a pofonok. A két polgári ruhás rendőr egyike Mr. December lett a kapitányságon. Szombathely rendőrkapitánya az egyenruhához méltatlannak találta tettüket. Nem volt rajtuk egyenruhám, és mi a probléma? Én más nem értek ebbe, hogy anatómiához én nem nagyon értek. De elő azt... van a fasz. Jó helyen jársz, mert azt nem értem, hogy olvastam a cikket, hogy az egyik hölgy a pofon után agyrázkodást szenvedett, és nőgyógyászati kezelésre szorul. Hogy mekkora volt az a pofon? Mert hogy rugdosták is a rendőrök. Ja. Nem amikor a... Hát a nőnap alkalmából, engedjen. Helyettem kisvirág, szétugom a kis p***t, és akkor már... De nem csak egyedül, mert ugyanott Szombathelyen a Vas megyei rendőrkapitány volt sajtóreferens, itt le van írva, hogy ki, azt mondja, a volt barátnőjét egy szórakozó helyen fejbe rúgta, mert nem fogadta tőle bocsánat kérő rózsát, nem fogadta ezért, fejbe rúgta. Egyszerűen tulajdonképpen csak megbotlott a fejébe, mert olyan... Most nem értem a dolgot. A dialógból nem következik a pofon. De, bocsáss meg, hát, én megmagyarázom. Nem, erről hadd mondjam el. Hogy ne. Azt mondja, szeretkezni jöttök, kérdezni, ugye a rendőr. Erre azt mondja a nő, szeretnétek mi, erre jött a pofon. Igen. Hát még a válasz, azt, hát azt mondta volna, szeretnénk, mi szeretnénk. És akkor nem pofoszkodni, nem lehet baszni. Hát miért kell rögtön ütni? Hát még nem tisztázták, hogy... Hát lehet, hogy ütni tudnak, csak baszni, nem azért, gondoljam. De segíts a rendőrnek, verd össze magad. És akkor... Nem, én megmagyaráznám ezt a helyzetet, mert van ez a történet, ugye, hogy a gyerekét tanítja otthon az apa, a gyerek kérdezi, hogy kell ismerkedni diszkóba. Fiam, először kérdezd meg a lánytól, menj oda hozzá, kérdezd meg, mit iszik, aztán fitoktasd az erődet. Gyerek elmegy diszkóba, odalép egy lányhoz, mit iszol? Vodkát. Pofán vágjalak? Hát ez így történetett, igen. De hogy hívták? Hogy hívták a... Mr. Debrecen, december. Igen, olyan zuzmarás lehetett már. Mr. December volt a rendőrség lapjának mesztelen nyuszi a decemberben. A kapitányság helyi lapjából részletek. Ugye ingerlő képek? Mr. December nadrág nélkül? Ugye kellene lányok, hajrá! A szőke magyar szexbomba karrierjére sok magyar fiú vágyik. Ezért a Playboy és a Szombathelyi Hírek, valamint az Origo.hu Mr. December hasonmás versenyt is rendez. Egy pár szó Mr. Decemberrel az ingerlő fotók mellé. Szeret verni? Hát, lányokat, igen, néha igen. Olyankor nem így van öltözve? Nem, olyankor civilben vagyok. És egyenruhában? Akkor félek. Mi a kedvenc étele? Mákos tészta, ahogy a nagymamám csinálja. Ki a nagymama? Eva Braun. Adolf Hitler mennyasszony. Ez persze csak vicc. Eszné T. Margit a nagymamám. És mákos tésztában tényleg nagyon jó. Gyúrni szokott? Nagymamám? Igen, ő maga gyúrja a tésztát. December a gyerekek ünnepe. Mr. December mit szokott csinálni? Mikulásnak öltözöm, mint Ádám és Lucifer az ember tragédiájában. És mit vár most ön az élettől? Én enyhe ítéletet. Nézzék egy gyönyörű mesztelen képeimet. Meg aztán rendőr vagyok. Tudjátok, hogy a rendőrök abszolút vezetnek klónozásban? Na. Egyre több embert állítanak elő. Na mindegy. Van még ilyenem. Leonardo da Vinci titokzatos mosolyú Mona Lisa-ja valójában nem Francesco Gioconda fiatal felesége, hanem Katerina Sforza, törvénytelen születésű hercegnő, aki korának ismert bajkeverője és kurtizánja volt. Ezt állítja. Azt akarom mondani, hogy anyukám
Most így szombaton, ne nézz félre, mert én már ég a fürdőszobában vagyok. Na, ezt állítja Magdalena Szőszt, leverkúzeni tudós, több évtizedes kutatásaira hivatkozva. Deportivo Leverkusen 0-2-2-es, így marad? 1-3. 1-3 lett? Légy szíves, azt a hírt, amit a Jáksó ilyen unalmasan magyarul olvas, azt most olvas fel franciául, és akkor vége van a műsornak, mert nem értjük. Je perçois de l'œuvre de Leonardo da Vinci, le secret abandon de Mona Lisa, le corps sont en pur, le Joconda, le zombie de Melevna, Stéphanie Sosa, de libération, de libération, de quatre dans le monde, de la courtisane, et le beurre dans le monde, et mon tacour va calme. Robin Chanson dans Madeleine, se veut en Leverkusen, un tel homme en le barreur. A telefonszámunk 06-382-2144, a cím Budapest 1119, Fehérvári 89-95, az e-mail cím hetetekutat.rtl.hu, a weboldal pedig www.rtl.hu. Köszönjük a figyelmet és a türelmet, a viszontlátásra!